Köszöntöm kedves nézőinket! Ez a Mozaik a Sopron TV-ben. A Soproni Evangélikus Egyházközség gyűjteményei 2015. októbere óta láthatók, és ehhez a kiállításhoz most egy gyönyörű szép kiadvány, egy katalógus is készült, melynek egyik szerzője dr. Kriss András, a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője, aki sok szeretettel köszöntök. Szervusz, üdvözlöm én is a nézőket! András, mutassuk be akkor azt a kiadványt, amelyet most már itt láthatunk az asztalunkon, viszont a nagy közönség majd csak a jövő héten ismerheti meg, ha igaz. Így van, a kiállításunk, mint említetted, 2 évvel ezelőtt, 15 októberében nyílt meg, és tavaly úgy gondoltuk, hogy a 17-es év az egy jelentős a protestáns egyházak történetében, hiszen idén emlékeztünk meg a reformáció 500. évfordulójáról, és a gyűjteményünknek hát több rendezvénye, programja is volt ezzel kapcsolatban, de mondhatjuk, hogy talán a legfontosabb, a legjelentősebb esemény az jövő héten kedden lesz, ennek a kiállítás katalógusnak a bemutatója. A kiállítás katalógus, hát közel 1 évet dolgoztunk rajta a kolléganőmmel, szerzőtársammal, Tóthné Szlavkovszki Mariannal. Alapvetően 2 részből áll ez a kiállítás katalógus. Az első részben a Magyarország legrégebbi evangélikus gyülekezetének, a Soproni Evangélikus Gyülekezetnek a történetét mutatjuk be, foglaljuk össze. Ezt követően pedig a látogatói útvonalat bejárva a kiállításban látható tárgyaknak szinte az összességét bemutatjuk, egy rövid leírást adunk róla, és hát ami talán nagyon fontos, hogy közel 100 fotóval van színesítve a katalógus, tehát igyekeztünk mindenképpen egy maga nemében egy exkluzív kiállításkatalógust kiadni. Ez mennyire kötődik a múzeológus szakmához, és mennyire kötődik mondjuk az átlagemberhez, aki egyáltalán kíváncsi a gyűjtemény iránt? A célcsoportunk az nagyon bő, tehát azt gondolom, hogy egyrészt mindenképpen a szakmának is szól ez a kiállításkatalógus, de hát azt hiszem elsősorban nem a szűk szakmának írtuk ezt a könyvet, hanem azoknak a látogatóknak, akik eljönnek a kiállításunkba, és a feliratokon túl, vagy esetleg egy tárlatvezetésen túl is még további információkat szeretnének megtudni, miközben végigjárják a kiállítást. És hát amikor pedig megvásárolják a kiállításkatalógust és hazaviszik, akkor otthon is talán még föl lehet idézni azt, hogy mit láttak ebben a kiállításban. Magyar nyelven található ilyen katalógust, vagy esetlegesen gondolván arra, hogy rengeteg német ajkú él Sopronban, és ugye azok leszármazottai vissza-vissza járnak szülőföldjükre, gondolom ők is bátran forgatnák, hogyha lenne és ilyen. És forgathatják is, hiszen a statisztikáink szerint minden 5. látogatónk német nyelvterületről érkezik, illetve hát maga az evangélikus gyülekezet is 2 nyelvű, hiszen magyar mellett egy német nyelvű gyülekezet van, német és magyar istentiszteletek is vannak, tehát mindenképpen az volt az első gondolatunk, hogy a magyar mellett németül is ki kell adni, németül is meg fog jelenni a katalógus, tehát a magyar és a német nyelvű olvasók is tudják forgatni majd. Ez a kiadvány most egy gyönyörű borítólappal rendelkezik, a belsejébe beletekintve is gyönyörű szép képek, illusztrációk tartoznak hozzá. Mekkora munka volt mindezt úgy felépíteni, hogy a látogatók, a múzeum iránt érdeklődők ezt úgy forgathassák, hogy minden egyértelmű legyen számukra? Hatalmas munka volt. Azt hiszem említettem, majd közel 1 évig dolgoztunk rajta ketten ezen a kataloguson. Hát nem is tudom, hányszor kellett átnézni, illetve hát lektora is van a kötetnek, Csepregi Zoltán, az evangélikus teológiának a tanára átnézte, azon kívül az Iparművészeti Múzeum kollégái is segítettek, az ötvös tárgyak beazonosításában, restaurátorok jöttek Budapestről, akik a tárgyakat a fotózás előtt megtisztították, restaurálták, akkor egy komoly fotósunk volt, aki ezeket a képeket lefotózta, tehát mondtad, egy hatalmas, vagy hát egy hatos, vagy egy viszonylag nagy tím dolgozott ezen a könyvben, és hát reméljük, hogy hát minden könyvben vannak hibák, de reméljük, én még nem találtam benne, remélem mások sem fognak benne találni. A kiállítás mekkora részét fedi le egyébként a könyv, tehát mondhatni azt, hogy szinte a 100%-át? Igen, tehát közel a 100%-át, nincs benne minden tárgy, vannak olyan tárgyaink, amikről nagyon nehéz beazonosítani, nehéz leírásokat találni,
néhány ilyen tárgy kimaradt, de mondhatni, hogy a szinte mindegyik benne van. Mekkora a vizsgált időszak, tehát egészen a kezdetektől, majdnem napjainkig? Így van, a 1520-as évekbe kezdődik a gyülekezetnek a története, a katalógus is ezt a korszakot kezdi el tárgyalni, és hát a végső dátum pedig a 1946-os német kitelepítéssel fejeződik be. A magába a kiállításba későbbi időszakból, tehát a 20. század második feléből, a rendszerváltás utáni időszakból is tárgyalja, de ez már inkább az érintőképernyőnkben található, tehát maguk tárgyakat már nem mutatunk be ebből az időszakból, ezért a kiállítás katalógus ezt az utóbbi 50-60 évet már nem érinti. Térjünk egy kicsit el a könyvtől magára a kiállításra. Említetted, hogy minden negyedik talán német ajkú vendég. Tehát amióta megnyílt, tulajdonképpen milyen tapasztalatokat tudtatok szerezni a kiállítás látogatóitól? Hát túl nagy tapasztalatunk nincs, hiszen 2 éve nyitott meg a kiállítás, de mondhatjuk azt, hogy a 17-es évben többen voltak, több látogatónk volt, mint az azt megelőző 16-os évben. Idén már elértük az 1000 főt, ez 16-ban még csak körülbelül 800 körül volt. Én hiszek abban, hogy tényleg kell egy kis idő, mire beérik egy ilyen kiállítás, hiába van honlapunk, szórólapunk, hiába jelenünk meg folyamatosan a Facebookon. Azért kell ennek egy kis idő, és hát mint említettem, ugye idén az 1000 látogatót elértük, és hát több mint 200-an voltak, akik a Ausztriából vagy Németországból érkeztek, és hát a német nyelvterületről érkezők viszont nagyon nagy számban előbb-utóbb mindig kiderül, hogy valamilyen soproni kötődésük van nekik, mert vagy ők születtek még Sopronba, vagy pedig az őseiknek a szülővárosát jöttek el meglátogatni, és így kerültek el hozzánk az Evangélikus Múzeumba is. Felbukkannak még olyan tárgyak, amit esetleg pont az ide visszalátogató emberek közül valaki hoz, hogy hát én ezt találtam a padláson. Igen, rendszeresen kapunk adományokat, elsősorban 20. századi kegytárgyakat, vagy nagyon sokszor bibliákat, német nyelvi vagy magyar nyelvi bibliákat kapunk, ezeket természetesen leltározzuk, de a kiállítás az most így egy kerek egész, tehát újabb tárgyakat jelenleg nem fogunk elhelyezni benne. Térjünk kicsit vissza a könyvhöz. Mondtad, hogy rengeteg munka és egy kisebb-nagyobb team munkája van ebben a kiadványban. Gondolom, ezt valaki támogatta is, hiszen nem kevés pénzből lehet jó kiadványt készíteni. Igen, nagyon széles a támogatóink köre. A magyar nyelvű kiadványt elsősorban a Magyar Kormány Reformációi Bizottsága támogatta, illetve az Országos Evangélikus Egyháznak a gyűjteményi tanácsa, továbbá Sopronváros polgármesteri hivatala, a német nyelvű kiadványnak pedig a fő szponzora az Országos Evangélikus Egyház gyűjteményi tanácsa mellett Magyarország budapesti nagykövetsége volt, a követség kultúratasséja tett látogatást tavaly nyáron nálunk a gyűjteménybe, megtetszett neki és azonnal bátorított minket, hogy a követséghez nyújtsunk be egy pályázatot, és hát ezt sikerrel benyújtottuk, úgyhogy így a német nyelvű kiadvány fő szponzora, mondhatjuk, fő támogatója a német követség volt. Miként mutatjátok be majd ezt a kiadványt, ha igaz, akkor 12-én kedden délután? Könnyű megjegyezni, 12. hó 12-én, 18 órakor az Evangélikus Gyülekezeti Házban várunk mindenkit. A könyvbemutatón köszöntőt fog mondani polgármester úr, illetve az igazgató lelkészünk és a német lelkészünk. Ezt követően pedig a soproni gyökerekkel is rendelkező Gálos Miklós, az Iparművészeti Múzeum 5-ös főosztályának vezetője fogja szakmailag is bemutatni a könyvet, azt követően pedig egy kis fogadásra várjuk az érdeklődőket, a látogatókat. Mennyire általános egy ilyen kiadvány egyébként, esetleg más-más, akár evangélikus gyülekezetek gyűjteményeiben volt valahol, most jutott eszembe, hogy volt valahol egy minta, vagy pedig ez teljesen saját kútfőből készült el? Én nem tudok arról, hogy más evangélikus gyűjteménynek lenne ilyen kiállítás katalógusa, természetesen múzeumoknak vannak kiállítás katalógusai, amiket mi hát mintának mindenképpen használtunk, forgattuk őket, próbáltunk belőlük ötleteket szerezni, remélem sikerült is ezekből jó sokat megvalósítani.
Az emberek akkor fogják ezt jobban forgatni, amikor itt vannak és ellátogatnak a múzeumban, vagy lesz lehetőségük esetlegesen más távolabbi helyeken hozzájutni egy ilyen katalógushoz, és éppen ezért Sopron felé indulni? Hát mi mindent meg fogunk tenni, hogy minél több helyen forgalomba kerüljön ez a kiállítás katalógus. Én azt gondolom, hogy egy ilyen katalógust egyébként inkább az otthon nyugalmában lehet átnézni. Tehát talán a legegyszerűbb vagy a legjobb megoldás az lenne, hogyha valaki bejön hozzánk, megveszi nálunk, ennek segítségével azért megnézi a kiállítást, majd pedig otthon azért nyugodtan leülve végigolvassa ezt a katalógust. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Akkor jövő héten, kedden, 12-én, hány órakor? 18 órakor. Evangélikus Gyülekezeti Ház. Gondolom várjátok az érdeklődőket. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.